Tadéa Academy Fashion Flash. Podcast formában tér vissza a Magyar Divat és Design Ügynökség népszerű rendezvény sorozata, a Fashion Flash. Az online kerekasztal beszélgetések a kreatív ágazatot érintő aktuális kérdésekre reflektálnak. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a HFD Academy Fashion Flash sorozatában. Egyébként a mai beszélgetésünk a szezonnyitó beszélgetés, és azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon izgalmas témát fogunk körbejárni, ez pedig a magyar karrierek a világvezető divatházainál. Én Dobos Emese vagyok, divatújságíró, én fogom moderálni a mai beszélgetést, és sok szeretettel üdvözlöm a résztvevőket, a beszélgető partnereimet. Itt van velünk Tóth Ferenc, a Prada közép-európai Visual Merchandiser menedzsere, Már Szilvia textiltervező, aki legfőképpen kasmírra specializálódott, és olyan nagy nevű divat cégeknek is álmodott meg textíliákat, mint a Gucci, az Etro vagy a Dolce Gabbana. És sok szeretettel üdvözlöm Bernát Sárát is, aki szociológus egyébként végzettsége szerint márkastratéga és tanácsadóként dolgozik, és kifejezetten a luxusipar, a divatipar és a fenntarthatóság kapcsolatával foglalkozik. Először is meséljetek nekünk egy kicsit magatokról, hogy hogyan kerültetek arra a területre, ahhoz a céghez, abba a munkakörbe, ahol most dolgoztok. Elkezdett, Saci? Ó, igen, szerintem én egy eléggé kacskaringós kezdetleszek ehhez. Én Budapesten nőttem fel, és 18 éves koromig ott éltem, és utána divatmodellkedéssel kezdtem el foglalkozni. A Párizsba költöztem, és ott is végeztem el a BM-at, kommunikációból és pszichológiából, és ott elkezdett engem nagyon érdekelni a divatnak és a fogyasztói viselkedésnek a kapcsolata. És ezek után a Parsonsra vitt a sors, ahol divatmarketinget tanultam, és ott felfedeztem ezt a disziplinát, amiről én még nem tudtam, a brandinget. És az vitt el a mesterképzésemre New Yorkba, ahol ugye brandinget tanultam, de ott még mindig nagyon nem volt egyértelmű, hogy miért van az, hogy különböző fogyasztók teljesen máshogy viselkednek különböző kultúrákban, különböző régiókban, és ez nagyon-nagyon érdekelt még mindig. És Berlinbe elkezdtem egy PhD-t írni a fogyasztói motivációkról, luxusban, divatban, főleg a fenntarthatósággal kapcsolatban. Ezzel együtt stratégiai tanácsadással kezdtem el foglalkozni. Ezt tettem olyan 5-6 éven keresztül, és tavaly megalapítottam azt a think tanket, amit úgy hívnak, hogy Fashion Forward, egy New Yorki divattörténész kollégámmal. Az a célunk, hogy a fenntarthatósággal, a divattal kapcsolatos olyan témákat mutassunk be, amiről az általános diskurzusban nem folyik túl sok beszélgetés. Nagyon izgalmasan hangzik. Szilvia, te hogy kerültél erre a területre? Hogyan kezdtél el így textiltervezéssel foglalkozni? Tulajdonképpen én gyerekkorom óta rajzolással foglalkozom, festészettel, és jelentkeztem a kisképzőbe, ahova nem vettek föl, ugye ez egy középiskola. Később kijártam a gimnáziumot, és az iparművészeti, akkor még iparművészeti főiskolára kezdtem el járni. De most maga a textil, az igazából úgy kezdődött nálam, hogy elkezdtem szőni, tehát én szövőszakos voltam, és szövőszakon kezdtem a főiskolán is, és közben azt hiszem, hogy a másod évben mentem át nyomószakra, mert annak hatására, hogy kint voltam egy évig Helsinki-ben, és úgy döntöttem, hogy hát jobban tetszett, mint a szövés, és onnantól kezdtem ezekkel a mintákkal, meg nyomott anyagokkal foglalkozni. Később aztán igazából ennek kapcsán találkoztam egy olyan céggel, akiknek a főiskola alatt elkezdtem dolgozni Rómában, hát így ragadtam a nyomott anyagnál. Ferenc, egyébként azt gondolom, hogy talán ezt kijelenthetem, hogy itthon így maga a visual merchandising az nem is annyira ismert terület, hogy mesélj erről egyébként, hogy pontosan mivel foglalkozol, és hogy miből is áll a munkaköröd. Meg hát igazából abszolút a mestere vagy ennek a területnek, mert több mint majdnem egy évtizede dolgozol ezen a területen. Igen, sziasztok! Gyakorlatilag, hogyha erről szeretnék mesélni, hogy mi az, hogy visual merchandising, ez egy kirakatrendezés gyakorlatilag, de
igazából ez sokkal több attól, mert ez ugye összefügg az eladási adatokkal, statisztikákkal, pontosan azzal, ugye, hogy elemezzük az ügyfelek, a vásárlóinkat, akik megfordulnak nálunk, és próbáljuk ugye az árut folyamatosan máshogy pozícionálni, forgatni különböző target grupokat, tehát csoportokat, akiket ugye megcélzünk, azokat animálni egy-egy szezonban, és ugye ez annak a művészete, igazából művészet is, de egy nagyon-nagyon logikus dolog, vagy egy nagyon átgondolt dolog, ez gyakorlatilag úgy kreálunk művészetet, vagy valami vizuálisan, valami esztétikusat, hogy közben egy hatalmas statisztika, vagy számadatok állnak e mögött, és ugye ez a gazdasági rész folyik össze ezzel a kreatív résszel, szóval ez egy, emiatt ez egy nagyon-nagyon komplex szakma. Szóval nem csak egy kirakat tervezésről beszélünk, vagy kirakat rendezésről, hanem egy sokkal jobban átgondolt stratégiáról egy visual merchandiser esetében. Igen, azért ez nagyon-nagyon komplex tényleg, hogy minden van ennek a hátterében, amit gyakorlatilag csak tényleg egy gyönyörű kirakatban, vagy egy gyönyörű ilyen set design-on valósul meg az üzletekben. És hogy nyilván ugye nagyon, ez azért is nagyon érdekes, mert rengeteg embert érdekel a divat, és hogy nagyon sokan nem is feltétlenül tudják, hogy egyrészt milyen egy tényleg egy ismert külföldi divatcégnél dolgozni, meg hogy tényleg milyen olyan, úgymond ilyen háttérszakmák vannak, és hogy ezek pontosan mit is akarnak, és tapasztalataitok szerint egyébként mekkora a verseny így azért, hogy valaki tényleg egy jó nevű külföldi divatcégnél helyezkedjen el, vagy egy olyan jó nevű külföldi divatcégnek dolgozhasson? Meg mennyire éreztétek azt, hogy itt most kőkemény versenyhelyzet van? Az én esetemben maga a pályázati idő, vagy a pályázási idő az 5 hónapig tartott, és 4 körös volt. Az első kör az, az egyik a HR-essel volt, HR osztályjal volt, akikkel egy órán keresztül beszélgettem, szakmai dolgokról, magánéleti dolgokról is akár, illetve ugye szabadidő hobbi. Egy bemutatkozás volt, és akkor ők eldöntötték, hogy igen, tovább mehetünk a folyamatban. A második kör az gyakorlatilag ugyanez volt, csak angolul. Ugye az első az nálam németül zajlott, a második az angolul. Átengedtek a harmadik körre, ahol a jelenlegi főnökömmel volt egy személyes beszélgetés, prezentáltam a portfóliómat, tehát az eddigi munkáimból összeállított albumot, ami egy vizuális anyag volt, az összes olyan jelentős kirakattal, ami gyakorlatilag az én munkám volt, vagy részem volt a projekt átültetésében. És ezután, a harmadik kör után, amikor ő úgy gondolta, hogy igen, ő mint főnök van egy szakmai, tehát szakmailag megfelelek, illetve személyesen is, tehát van egy bizonyos kémia is köztünk, hogy úgy érezt, hogy együtt tudnak dolgozni, akkor volt az, hogy a negyedik körben az egyik olasz főnökömnek, aki a Worldwide Visual Merchandiser, bele volt egy gyakorlati beszélgetés, illetve egy gyakorlati feladat, amit át kellett ültetnem gyakorlatilag valósággá. És akkor hát ez mindez 5 hónapot ölelt fel, ez az egész folyamat? Gyakorlatilag igen, ez 5 hónap volt, mire ideig eljutottunk, és aztán jött a telefon, hogy szeretnének velem együtt dolgozni. Én független tanácsadóként dolgozom nagyon sok éve, tehát nálunk ez a nagyon sok hónapot felüllelő állásinterjú sorozat, ez nem igazán létezik. Ami itt nehézség szerintem, én Philadelphia-ban élek, de ez még a New York-i vonzás körzetbe tartozik gyakorlatilag, hogy egyszerűen annyira nagyon-nagyon sok fantasztikus ember van, akik a világ minden pontjáról jönnek egy-egy pozícióra, egy-egy munkára, hogy minden nagyon-nagyon gyorsan történik. Tehát ami nálunk itt nagyon-nagyon fontos az, hogy tényleg benne lenni ebbe a kreatív környezetbe, folyamatosan szocializálódni ezekkel az emberekkel, hogy az emberek tudatába legyünk.
Szilvi, neked mi volt ezzel kapcsolatban a tapasztalatod? Nekem is egy ilyen hosszadalmasabb procedúra volt a bekerülés, tehát ott az történt, hogy majdnem hát egy évig tulajdonképpen egy kurzusra kellett járnom. Tehát valaki betanított arra bizonyos stílusra, meg az összes olyan fogásra, ugye, amit ugye elvártak a rajzzal kapcsolatban, a festéssel kapcsolatban. Hozzájártam egy hölgyhöz, jártam ilyen heti három alkalommal, és hát egy éven keresztül addig kellett csinálnom. Lehet, hogy tovább tartott volna, hogyha... Tehát amikor azt mondták, hogy stop, jó, most jó lesz, akkor onnantól volt az, hogy akkor már akkor élesben, akkor már az egy fizetős munka volt. De addig tulajdonképpen csak gyakoroltam. Ez volt a feltétele annak, hogy csinálhassam. Tehát, mert ez egy tipikus olyan feladat, ami tehát a gyakorlattal tudsz csak szépet csinálni. Tehát ez egy érthető dolog. Addig nem tudják eladni, mert nem üti meg azt a színvonalat, azt a minőséget, ami mondjuk egy etrónál mondjuk kell. Tehát az, aki ezt bevállalt, az ott jelentkeztek többen, de amikor kiderült, ugye, hogy egy ilyen nagyon hosszú tanulási folyamatnak néz elébe az ember, akkor úgy valahogy nem nagyon lelkesedtek, még a főiskolán sem, még a textilesek sem nem nagyon lelkesedtek. Én meg úgy voltam, mert igazából most veszíteni nem veszítek, mert max tanulok valamit, max nem sikerül. Én sem gondoltam, hogy ilyen sokáig fog tartani, de nem voltam türelmetlen, tehát belefért az időmbe, a szakmában maradtam, tehát mindenképpen hasznosnak gondoltam ezt a gyakorlatot, és hát egy év után már teljesen, tehát akkor, amikor azt érezték, hogy ez már megy nekem egyedül is, tehát nem kell elvinnem, megmutatnom, nem kell kiavítanom, akkor ugyanilyen online, mint most, tehát FedEx-el jött a rajz, a fekete, és FedEx-el ment vissza, tehát kvázi, mint most online, csak akkor telefonon, tehát hogy nem voltam ott, és úgy is működött ez a munka. Tehát. De egy év volt, igen. És hogy látjátok egyébként, hogy milyen készségek, milyen képességek szükségesek ahhoz, hogy akár egy pályakezdő tervező, egy pályakezdő designer, vagy kreatív, egy külföldi cégnél helyezkedjen el? Nyilván gondolom a nyelvtudás az evidens. Nyilván, hogyha mondjuk megvan a kreativitás és a tehetsége is, hogy ki az, akinek mondjuk javasoljátok kifejezetten, hogy próbáljon szerencsét egy külföldi divatcégnél, és ki az, akinek például egyáltalán nem. Szerintem ami a legfontosabb az akarat, ugye az, hogy kitartó legyen az ember, hogy ez mindenképpen legyen egy cél. És nekem, amikor 2012-ben én kikerültem külföldre, akkor én Magyarországon már egy valamilyen karriert felépítettem magamnak, voltak tapasztalataim, de ez Németországban még nem ütötte meg azt a szintet, ugye eleve a nyelvtudás miatt sem, hogy ott egy professzionálisabb szinten dolgozzak. És én akkor egy kávézóban kezdtem el dolgozni, szóval én tanultam a németet délelőtt, gyakorlatilag 6 órán keresztül minden nap, és délután elmentem egy kávézóba dolgozni, és én egyébként én ott sem úgy mutatkoztam be, hogy... Illetve ott is úgy mutatkoztam be, hogy én egy magyar stylist vagyok, és most nyelvet tanulok, és tehát, hogy én azt gondolom, hogy igen, hogy ez volt ugye az álma az embernek, vagy ez volt a célja, és magamat ezzel identifikáltam, hogy tudom, hogy most egy kávézóban dolgozom, egyébként nagyon szerettem azt is, élveztem a munkát, egy teljesen más légkör volt, és nem felejtettem el azt, hogy ez csak egy állomás is, hogy oda szeretnék eljutni, és én emiatt mondom, hogy emiatt azt gondolom, hogy én nem gondolom, hogy van típus, vagy akinek ezt mindenképpen ajánlom, hogy próbálja meg egy külföldi cégnél, bárki lehet tényleg. Szerintem a legfontosabb az, hogy akarjuk ezt a dolgot, és nyilván ugye az meg fogja ezt az egészet filterezni, hogy valaki mennyire tehetséges, tehát nyilván kellenek hozzá ezek a készségek vagy képességek, de ugye mindent, a kreativitást mindent lehet fejleszteni, a nyelvet lehet fejleszteni. Szerintem a legfontosabb az, hogy tényleg ezt akarjuk legbelül, és akkor tényleg bármit, és ez nem közhely, de tényleg bármit el tudunk érni. És szerintem ez egy szuper példa különben, amit most mondtál, mert ez tényleg így van, hogy
egyrészt merni álmodni, másrészt pedig oké, lehet, hogy az, amit szeretnék, az nem fog holnap megtörténni, mert még nem vagyok készen rá, de mi a következő lépés, hogy meg tudok tenni hozzá? Tehát egy kicsit lebontani ezt célokra, hogy oké, ide szeretnék elkerülni, még nem vagyok itt, de mi az, amit viszont ma meg tudok csinálni? Tehát, hogy minden nap valamilyen lépést megtenni, amivel közelebb tudok ehhez kerülni. És az akarat mellett meglegyen ez az alázat is, és szerintem ez is pontosan igen, ugyanez, ahogy lejön, hogy oké, most ezt csinálom, de azért csinálom, mert, és ez nincsen alattam vagy fölöttem, hanem egy úton vagyok felé. Igen, pontosan én is az alázatot, az volt az első, ami eszembe jutott, meg a szorgalom. Tehát ez a kettő, és nagyon sokszor én azt tapasztaltam, hogy még a főiskolán, hogy nagyon, tehát nem ritka az, hogy sokan azt gondolják, hogy elvégeztek esetleg egy főiskolát az adott területen, vagy most már ugye egyetem, és akkor mondjuk elmegy egy ilyen, konkrétan ismerek ilyet, aki elmegy egy nagyobb divatcéghez, és ő nem főz kávét. Tehát, vagy mit, ő nem megy a postára, mert ő nem azért jött, hogy a postára járjon. Tehát, hogy ezek igen, benne vannak. Tehát, hogy ezeket, ezt, hogyha így nem, ha nem az a típusú ember, aki ezt, hogy is mondjam, tehát ezt nem érti meg, akkor szerintem az nem oda való. Tehát ezt konstatálni, hogy igen, lehet, hogy kapsz olyan feladatot, ami nem azért mentél oda, de végig kell ezt a létrát az alulról, végig kell szépen a legalulról kezdeni. Tehát ez legalulról kell kezdeni, és határozottan, kitartóan végigcsinálni. Szerintem, aki elakad itt, már nem tudom, tovább, tehát szerintem nincs is tovább, tehát nincs följebb. De én azt mondom, mindenki, aki eljutott egy szintre, ezt végigjárta ezt a létrát, nem? Tehát ti is úgy érzitek, hogy muszáj legalulról ezt a létrát elkezdeni, és igen, benne van az, hogy olyat is csinálok, amihez nincs kedvem. Vagy nem az a szakmám, vagy mit tudom én, tehát nem azért hívtak ide, tehát én ezt gondolom. Igen, igen, egyébként én még hozzáfűzném, hogy igen, ez az alázat, ez nagyon fontos, illetve a nyitottság szerintem az, hogy tényleg az ember ugye nyitott legyen mindenre, és ugye pont ez is szerintem hozzátartozik, hogy nyitott vagyok arra, hogyha nekem a kávét kell főznem, vagy akkor megfőzöm azt a kávét, hogy a postára ugye azokat a leveleket fel kell adni, szóval az nem fog magától elsétálni, ezt kell megérteni, hogyha nekem éppen az a feladatom, hogy azokat a leveleket elvigyem a postára, akkor elviszem. És igen, és, tehát erre is ugye nyitottnak kell lenni. Meg szerintem, ami még egy nagyon-nagyon fontos tényező, az a saját személyünknek, ugye ez a self-marketing, hogy igenis tudjuk azt, hogy, és ugye ez nem, és nem, tehát tudjuk azt, hogy kik vagyunk, mit szeretnénk, és nyilván ennek tükröznie kell a valóságot, szóval tehát magunk, saját magunkkal a képességünk. Hitelesség. Igen, tisztában kell lenni, de hogy igenis merjük azt mondani, hogy én ez vagyok, és én, tehát abban a pozícióban prezentálni magunkat, ami gyakorlatilag eladhatóvá tesz minket, mint terméket. Szóval szerintem ez nagyon fontos, igen. Habár azt kell, hogy mondjam ezzel kapcsolatban, és ez lehet, hogy kicsit népszerűtlen lesz, de hogy nagyon sokszor azt érzem, főleg nőknél, hogy félünk kijelenteni, hogy mik azok a dolgok, amikre képesek vagyunk, illetve amíg nem csináltuk meg 100-szor, addig úgy érezzük, hogy mi nem tudjuk azt megcsinálni, és azt nem is szabadna mondani. Tehát Amerikában szokták azt mondani, hogy fake it till you make it. Csinálj úgy, mintha tudnád, amíg már az vagy is képes vagy rá. És ezt nagyon sokszor félre szokták értelmezni, hogy olyat mondjak, hogy olyan vagyok, mint aki még nem vagyok. De ez nem erről szól, hanem arról, hogyha valamit meg tudok csinálni, de még nem vagyok teljesen biztos, de már megcsináltam egy párszor, akkor azt kell mondani, hogy igen, ki kell húznod magad, menjél oda, merj el, csináljad. Senki nem magabiztos egészen addig, amíg már milliószor meg nem csináltad ugyanazt a dolgot. Tehát merjél egy kicsit akkor is, hogyha nem vagy benne biztos, sikerülni fog, a világ nem fog összedőlni. Ahogy az Anita szokta mondani az ügynökségen, csak az hibázik, aki dolgozik. Tehát, hogyha nem mersz, akkor
akkor nem fog menni. Így van. Így van, és én egyébként még azt talán hozzátenném, hogy én pedig munkában azt szoktam mondani, amikor pont ugye hibázásról van szó, hogy ugye mi nem emberi agyakkal operálunk, szóval itt nem az történik, hogyha valamit elhibázunk, akkor itt valakinek az élete fog múlni, és szerintem például a divatszakmában nyilván ugye tehát professzionálisnak kell lenni, mint bármelyik szakmában, viszont nem szabad túlságosan komolyan venni, és pont ugye ez az, hogy engedjük azt, hogy akár hibázhatunk is. Egyébként ehhez hozzáteszem azt, hogy mivel ez egy kreatív szakma, ami azt jelenti, hogy azok az ötletek, amiket még nem teszteltünk 3000-szer, azok vagy tetszenek az embereknek, vagy nem. Tehát ez egy nagyon-nagyon bátor diszciplina is, mert minél inkább új dolgokat, új gondolatokat tesztelsz, annál inkább egy nagyobb rizikóval történik az, hogy most az emberek szeretik, vagy nem szeretik. Még nincsen eleve bizonyíték arra, hogy ez most menni fog, vagy nem fog, de pont ezért izgalmas, mert ez annyira új. Bátorság kérdése is. Én képzeljétek, én még úgy mentem be a Missónihoz, meg a Fendihez, hogy fölhívtam telefonon. Hogy a Vogue-ból kinéztem hátul a telefonszámukat. Jó, oké, 06-izé, és akkor hát már Szilvia vagyok, és akivel szeretnék beszélni, akinek megmutathatom, amit csinálok. És tök izé, teljesen nyitott volt. Tehát nyilván ez egy tehát nem e-mail, nem izé, hanem csak telefonon, és mindenhova be tudtam menni így, simán telefonos bejelentkezéssel. A Missónihék, de nem is tudom, mondták, hogy jó, gyere, szerdán gyere. Tudod, megnézzük. És nem volt sem felvétel, tehát nem volt az, hogy most valakit kerestek, de tök nyitottak voltak rá, mert hogy hát végül is miért ne. És csak hátra ki a világ. Igen, tehát hogy most mit veszítetek? Maximum azt mondja, hogy nem ér rá vagy. De volt valakit, hívtam, azt hiszem a Nero, sokat kellett hívogatni, de az, tehát végül is be lehet így is ilyen alternatív módon, vagy hogy mondjam, tehát nem a megszokott módon eset. Tehát kb. Bekopogtatni kvázi, tudod, tehát tényleg így a portfólióval. Szerintem ez egy olyan dolog, ugyancsak, amiről nem beszélünk eleget, hogy szerintem én több ezer e-mailt írtam különböző embereknek már, és mondjuk a 98%-ára az ember nem kap el, ez főleg amikor 24-25 éves, tehát hogy de senkit nem érdekel az a 98%, hogy ez a 2% az olyan, hogy életet változtat. Szerintem egyébként ez különösen szerencsés, hogy teljesen más cégeknél szereztetek tapasztalatot, meg hogy teljesen más országokra van rálátásotok, hogy azzal kapcsolatban egyébként mi volt a tapasztalatotok, hogy mennyire nyitottak a régió kreatívjaira, vagy akár a magyar szakemberekre, hogy éreztétek esetleg valaha előnyét vagy hátrányát annak, hogy mondjuk magyarok vagytok? Én inkább előnyét érzem. Csak olyan szempontból, hogy ugye mindenki valahonnan jön, és egy bizonyos kulturális eszköztárat hoz magával, és én úgy érzem, hogy azok a kreatív emberek, akik Magyarországról jönnek, nekik ez a fajta kulturális eszköztár, ez nagyon-nagyon erős. Tehát akik eljutnak oda, hogy bemutassák azt, hogy hogyan gondolkodnak ezek az emberek, nagyon-nagyon kíváncsiak, nagyon-nagyon olvasottak, borzasztóan kíváncsiak arra, hogy megnézzék a 60-as évek Antonioni filmeitől kezdve mindent. Tehát, hogy egy ilyen szivacs az a fajta magyar kulturális, professzionális csoport, akiket én látom. Tehát, hogy egy ilyen szempontból nem érzek semmilyen negatív várítást. Szilvia, neked mi volt? Én sosem éreztem ezzel kapcsolatban. Hát ilyen keveredést, igen, tehát Albániával, vagy ilyesmi, tehát az volt így, de amikor, ja igen, pontosítottuk, de hát azt sosem éreztem, hogy hátrányba kerülnék bárkivel szemben, de hát ez, ugye ti is tudjátok, ez egy nagyon internacionális közeg, tehát itt a világ minden tájáról dolgoznak, tehát ezért kizárt, hogy bárki szerintem vagy az országa miatt, hogy honnan jött, tehát ez, szerintem ez ilyen alap, hogy internacionális
ezért ebből következő, hogy nem számít, hogy honnan jön az ember tulajdonképpen. Tehát nem semmilyen hátrány nincsen ezzel kapcsolatban. Én sosem éreztem. Akkor igazából a tehetség, a kitartás, az alázat és a szolgálat. Abszolút. Igen, abszolút. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy maga ez a terület, ez a divat terület, ez egyfajta nyitottságot kell, hogy meglegyen az a fajta nyitottság az emberekbe. Ebből következően senkinek nem probléma az, hogy férfi, nő, innen, onnan, bőrszín, stb. Tehát, hogy ezek nem, hogy mondják ezt, nem kritériumok. Nincs kritérium, én azt gondolom. Igen, nekem sem volt egyébként sem előnyöm, sem hátrányom. Ami számomra előny volt egyébként a Magyarországon szerzett tapasztalatok, vagy évek után, a kreativitás. Szóval Magyarország nekem nagyon-nagyon megedzette a kreativitásomat. Valószínű, ugye azért, mert kevesebb otthon a tőke, alternatív megoldásokat kell találni, és ugye ez nagyon arra sarkalja az embert, hogy ugye mindig hatékonyabban dolgozzon, akár költséghatékonyságról beszélek, vagy gyorsaság, ugye, ami szerintem, amit hoztam Magyarországról. Szóval ilyen szempontból nekem voltak, tudtam előnyt kovácsolni, hogy a kreativitásom az tényleg nagyon, nagyon meg volt edzve. Szóval nagyon gyorsan a semmiből is mindig tudtam valamit alkotni, ami szerintem nagyon szimpatikus volt eddig az összes munkahelyemen, és ez mindenképpen Magyarországnak, vagy a Magyarországon eltöltött évnek köszönhetem. Még annyit szeretnék ehhez mondani, hogy ez egy érdekes kérdés, mert mindannyian, ugye egyikünk sem érzi azt, hogy bármilyen hátránya lenne, úgyhogy már dolgoztunk külföldi környezetben, viszont én eléggé sok magyar tervezőt tanítok, és amit látok, az az, hogy van egy ilyen pszichológiai gát abban, hogy de, ez biztos, hogy hátrány lesz, és de, biztos, hogy nem fogok tudni sikeres lenni azok mellett, az emberek mellett, akik ezt csinálják, meg azt csinálják. És ez egy teljesen egy internális dolog, mert tehogy nem, tehát valakinek kell a Vogue címlapon lenni, és valakinek kell, tehát hogy miért ne te? Tehát semmilyen olyan igazi hátrány nincsen, én úgy érzem, ami tényleg meg tudná gátolni ezeket az embereket abban, hogy ennyire sikeresek legyenek, kivéve ez a pszichológiai dolog, ami nagyon fontos faktor. Tehát, hogy ez nem egy mellékes dolog, ez egy butaság, vedd ki a fejedből, mert nem, tehát, hogy ezt tudatosan kell szerintem dolgozni azon, hogy de lehetséges. És amit a Ferenc mondott, hogy oké, lehet, hogy még nem holnap fog ez megtörténni, de mik azok a lépések, amiket meg tudok tenni ahhoz, hogy oda jussunk. Ugye mondtátok most is, hogy nagyon nemzetközi a divat, és hogy tényleg mindenhonnan jönnek egy-egy céghez, egy-egy pozícióra szakemberek és kreatívok, és hogy nyilván az, hogy minél több helyről jövünk, az ugye annál inkább érték, mert annál sokszínűbb hátteret hozunk mondjuk ahhoz az adott céghez, de hogy látjátok egyébként a diverzitás kérdését a divatiparban, vagy a nagy cégeknél, mert azért az elmúlt időszakban elég sok olyan botrány volt, ami egyfajta ilyen kulturális kisajátításhoz kötődött, vagy valamilyen csoport, vagy nemzetiség például alul reprezentált a cégeknél. Hogy látjátok egyébként, hogy milyen folyamatok indultak el akár a közelmúltban erre? Szerintem kezdem én, mert ugye én egy corporate cégnél dolgozom. A Prada egyébként mindig is híres volt arról, hogy erre nagyon nagy hangsúlyt fektetett. Tavaly egyébként ki is neveztek egy diverzitás chiefet Észak-Amerikában, aki összeköttetésben áll az itteni milánói központtal, és pont új stratégiákon dolgozik, új programokat dolgoznak ki. Ennek érdekében, hogy mindenféle
származási, kulturális, etnikai háttérrel rendelkező ember minél több területen legyen a cégben integrálva. Szóval most még inkább nagyobb az erre fektetett hangsúly. És én azt gondolom, hogy ez nagyon rendben is van így, mert a divatvilágnak is, meg gyakorlatilag minden szakmának ugyanazt a sokszínűséget kell tükrözni, mint ami a világ sokszínűsége. És én azt gondolom, hogy pont ez a sokszínűség, illetve ez a kulturális sokféleség tud egy hatalmas kreatív forrásként funkcionálni egy cégen belül. Szóval én ezt egy nagyon fontos, kulcsfontosságú tényezőnek tartok. Én úgy érzem, hogy elindult a divat egy olyan irányba, ami sokkal inkább színesebb, befogadóbb, inkluzívabb. Még nagyon-nagyon sok munka van ezzel kapcsolatban. Tehát például a Fashion Forward Think Tank-el, amit tavaly alapítottunk. Most elindítottunk egy olyan szimpózium sorozatot, amiben gyakorlatilag végignézzük, hogy kik azok a csoportok, kik azok az emberek, mik azok a kezdeményezések, akik valahogy ebből a diverzitás kérdésből kicsit kimaradnak. És például a következő szimpóziumunk az effektíve a fenntartatóságra fog fókuszálni divatban, illetve olyan embereket hívunk meg, akik a tradicionális nyugati értelmezésében a fenntartatóságból valamiért kimaradnak, még most is. Tehát valahogy úgy van bennünk, hogy ebben a konzumerista rendszerben a fenntartatóság, a divat egy nyugati konceptus, ami az egyik a tervezőnk egy kanadai indián, aztán van egy indiai aktivista, fényképész, illetve egy guinei, szenegáli entrepreneur. Tehát minden hárman egy drasztikusan másfajta környezetből, kultúrából jönnek, mint az általános nyugati nézőpont, ahogy ezt nézzük. Tehát ez a fajta, vannak már lépések afelé, hogy inkluzívabb legyen, de még mindig nagyon-nagyon messze vagyunk attól, hogy tényleg fogyatékkal élőket úgy bevonjunk a divat iparba, például, ahogy azt érdemszerűen kellene. Szerintem még nagyon-nagyon sok munka van, de legalább a téma fel van ismerve, ami eddig szűnyeg alá volt csöpörben. Szilvia, te hogy látod egyébként a sokszínűség és a diverzitás kérdését? Én arról az oldalról tudok nyilatkozni, tehát hogy nyilván itt Budapesten élek, tehát itt akikkel dolgozom, stb., de nyilván itt nem beszélhetünk olyan nagy sokszínűségről, hogy fú. Én azzal kapcsolatban látok, de még magamon is érzem, egyébként pont pár hete döntöttem el valamit ezzel kapcsolatban, hogy tehát én inkább azt a részét emelném ki, hogy akihez eljut a divat. Tehát, hogy hogyan tudom mondjuk a... Hogy is mondjam, tehát ugye ez pénztárca függő is nyilván, tehát ugye itt vagyunk Magyarországon, pénztárca függő, hogyan tudok új divatot úgy eladni valamit, tehát hogy olyan is meg tudja venni, aki egyébként mondjuk, hogy a áruház lánc szóval szemben mondjuk inkább mondjuk egy iparművész terméket vásárol, de ugyanazon az áron. Tehát hogyan tudok olyan terméket gyártani, hogy eljusson ahhoz, aki mondjuk, mit tudom én, csak mondok, 10 000 forintos pólót megvenne, de nem azt veszi, hanem mondjuk egy egyedi, vagy egy engem is az újrahasznosításhoz, tehát szerintem az a top. Tehát, hogy egy újrahasznosított pólót vesz, mondjuk 3-at belőle, tehát hogyan tudok eljutni ehhez a célközönséghez, aki esetleg nem tudná magának megengedni a sokkal drágábbat, de mégis a választása mondjuk egy újrahasznosított ruhára esik.
És most én ezen pár hete egyébként ezen gondolkodom, és a jövő héten fogok neki kezdeni kifejezetten csak használt ruhát, és annak a, tehát az elérhető áramaró értékesítésével fogok foglalkozni, tehát engem most ez kifejezetten ez érdekel. Több év tapasztalattal rendelkeztek, és hogy látjátok egyébként, mi a legnagyobb előnye annak, hogyha az ember elmegy egy külföldi céghez dolgozni, hogy vagy mi volt az a tapasztalat, amit így ennyi év távlatából így elmondanátok, hogy ezért így igazán megérte, és megéri. Az én esetemben ez a rendszer, magának a, tehát a rendszernek az átlátása, ami szerintem Magyarországról nagyon sokszor hiányzik, a cégek struktúráltsága, különböző rendszerek vannak kialakítva, ugye ez, ami gyakorlatilag olajozottá teszik egy cég működését. Szóval nekem ez a struktúráltság volt szerintem az egyik olyan tényező, ami miatt azt mondom, hogy nagyon megéri egy külföldi cégnek dolgozni, és lehet, hogy én azt gondolom, hogy Magyarországon ezt elég fontos lenne átültetni, szóval Magyarország vagy magyar cégeknek szerintem, még hogyha csak határozott időre is, de mondjuk projekt szinten külföldi tapasztalattal rendelkező embereket beállítani, velük együtt dolgozni. Egyébként nekem volt is egy ilyen projektem Budapesten, egy ottani üzletnek kellett egy marketingessel gyakorlatilag a brandingjét, a vizuáljét, a világítástól elkezdve a padlóig mindent megtervezni. És ez egy nagyon jól működő dolog volt. Szóval, és ezt látom, hogy ez hiányzik, mert ugye nincs meg ez a tapasztalat, vagy nincs meg feltétlenül ez a tapasztalat, legalábbis én főleg tíz évvel ezelőtti magyar tapasztalataim vannak, nem tudom, hogy most ez milyen státuszban van, de hogy azt látom, hogy ez hiányzik, hogy ezek a rendszerek, hogy hogyan kell felépíteni, hogyan kell megalapozni, és hogyan kell tovább lépni, tovább építeni, fejleszteni egy vállalkozást vagy egy céget. Nekem mindenképpen ezt ebben segített a külföldi tapasztalat, vagy segít. Szilvia, te mit tanultál leginkább abból, hogy külföldre is dolgoztál? Hát a szakmát konkrétan. Tehát nehéz gyakorlatot szerezni, nyomott anyagtervezőként, ugyanis nincs hol dolgozni. Tehát így nehéz azért végigcsinálni egy szakmai tanulmányt, hogy nem tudja az ember, valójában nem tudja megmutatni azt, amit tud, mert nincs hol. Tehát, hogy én egyszerűen a szakmát tanultam meg, tehát ugye értsük a színkeveréstől kezdve mindent, ez a főiskolán, ez kimarad. Tehát kicsit másról szól a főiskola, én megtanultam azt, hogy mi az, hogy anyag, mi az, hogy raport, stb., ami kell ahhoz, hogy elkészüljön tényleg egy ruha, tehát nem csak egy képzőművészeti alkotásról szól. Nekem a szakmaiság az, amit elsősorban tanultam, meg hát persze nyilván a rugalmasság, tehát ez így teljesen más. Nekem hasonló igazából a Szilvihez, hogy inkább ezek a soft skill-ek, tehát ez a fajta kollaborációs gondolkodás, inkluzívabb attitűd, tehát tényleg az, hogy valamin együtt, de nagyon precízen, gyorsan, effektíven, de úgy, hogy nem nevetni másik ötletén, hanem komolyan venni, merni, álmodni. Tehát igazából nekem inkább soft skill-ekben fogalmaznám meg, de mondjuk nekem egy kicsikét tényleg ilyen szempontból furcsább is a hátterem, mert külföldön kezdtem el dolgozni, utána egy ponton dolgoztam be Magyarországon különböző cégeknek tanácsadásban, és közben meg most a saját cégemben dolgozom. Hogy látjátok egyébként, hogy mik azok a területek, akár a divatipar bármelyik szegmensén belül, amik mondjuk most nagyon feltörekvőben vannak, vagy a jövőben nagyon nagy jövőt jósolnak neki, hogy igazából mit tanácsolnátok azoknak a fiataloknak, akik mondjuk most vannak pályaválasztás előtt, vagy most pályakezdők, hogy mik esetleg azok a
területek, témák, megközelítések, képességek, készségek, amikkel foglalkozzanak, amire fókuszáljanak, mert hogy igazából így a divatipar jövőjét jelentik. Nekem három van. Az egyik a fenntartatóság, ami még mindig gyerekcipőben jár. A másik ugye a data, tehát a számadatoknak, meg a machine learning, machine thinking, tehát minden, amilyen komputerekkel a kapcsolatos gondolkodás, és ezzel párhuzamosan ennek az ellentéte, tehát a történetmesélés az még mindig, tehát hogy éppen azáltal, hogy ugye nagyon-nagyon sok számadat van, nagyon-nagyon sok olyan fajta a digitális elektronikai trend, amit viszont ezzel párhuzamosan szükség van arra, hogy ezt a fajta történetmesélést, amit képek nem tudnak megkreálni, azokra emberek elkészítsék. Szilvia, te miben látsz egyébként így nagy jövőt a divattal kapcsolatban? Igen, a fenntarthatóság az mindenképp, tehát az egyik, az első dolog, ami legjobban érdekel. A másik az talán hát én mindenképp a kreativitást, azt nagyon fontosnak találom, tehát annak a fejlesztését, a kreativitásnak, tehát igazából az nem pótol, tehát nem tudja semmi pótolni. Tehát az emberi kreativitás, az az egy dolog, amit szerintem sem gép, semmi nem tud pótolni. Tehát én az iskolai éveket elsősorban ennek áldoznám, tehát hogy a kreativitásomat, a sokszínűségemet, a különböző technikáknak az elsajátítását, amivel ugye rálátok jobban más, mindenféle más ugye területre. Tehát én ebben látom ennek a fontosságát. A többit meg lehet tanulni, azt gondolom. Tehát a többi az mind olyan, hogy most, hogy is mondjam, tehát iskolapadban, vagy tehát, hogy ha akarja az ember szorgalommal, megtanulható, ahogy mondta Ferenc is, tehát, hogy van a dolgok, amik megtanulhatók. Tehát idővel megtanulhatók, de szerintem a kreativitás az, amit fiatal korban arra nagyon, tehát azt akkor kell nagyon arra sok időt rááldozni. Akkor tud az ember, mert később már ugye csökkennek az esélyek, ugye megjelennek ugye más dolgok is. Tehát én ezt tanácsolnám egy fiatal pályakezdőnek, tehát hogy ez a lényeg. Én is azt hiszem, hogy a fenntarthatóságot emelném ki egyébként, illetve a nyitottságot a tanulásra és az akaratot a tanulásra szerintem a pályakezdőnek, vagy szakmát kezdőnek, esetleg főiskolán tanuló, vagy egyetemen tanuló embereknek ajánlok, hogy legyenek nyitottak a tanulásra, és akarjanak tanulni. Meg szerintem, ami még nagyon fontos, az a technikai háttér mindig, szóval tényleg magának a szakmának a jól megtanulása, a minél pontosabb elsajátítása. Nagyon szépen köszönöm nektek. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok hasznos és elgondolkodtató tanácsot adtatok, akár annak is, aki most szeretné igazából így a lábát beletenni még így a divatiparba. A beszélgetést egyébként a HFTA hivatalos YouTube és Spotify csatornáján hallgathatjátok vissza, és egyébként az összes többi részt is a Fashion Flash beszélgetés sorozatból. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet!